Önök a Líceum televízió adását látják. Most következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára csak nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Hát Péter lépést reklamált. Padla, lőni kell, padla, gól! Vastus poén. Belúz utolsó fél percen Kovács, megilleve, oh, zsebje! Hoppá! Alacsony ez a kis rác 11-esben. Akkor a gólt lőtt, kicsit szusszanunk, aztán folytatjuk a második féldővel. Nagy tiszteltel köszöntöm a Líceum Televízió kedves nézőit, Teheti Firkászok című magazin műsorunkban. Két vendégemet is köszöntöm, Sika Károlyt, a Heves megyei Hírlap sportújságíróját, és Barta Zoltánt, aki a ZKFSC Globosis női kézilabda csapatának a honlapjának egyik kezelője, szerkesztője. Sziasztok fiú, köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük, hogy hát mai napon is gyakorlatilag arról lesz szó, amiről általában mindig. Labdarúgás, vízilabda, kézilabda. Én úgy gondolom, hogy kezdjük vízilabdával, hiszen most talán ez a legaktuálisabb. Ezen a héten ugyanis, sőt már múlt hét vasárnap elkezdődtek a CETEFEGER csapatai számára a bajnoki döntők. A női csapat számára elsőként Kelemen Attila címvédő együttese a Szentes elleni az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcának első meccsét hazai környezetben nyerte hosszabbítás után 9-8-ra, tegnap pedig Szentesen a második felvonást is sikerrel vették, a lányok 13-10-re nyertek az Alföldön, tehát az egri vízilabdás lányok, és hát ma este 7:30-kor lesz majd ennek a döntős felvonásnak a harmadik mérkőzése, amennyiben hazai környezetben nyernek a lányok, akkor megvan a címvédés, meg lesz az egri vízilabdázás történetének második női bajnoki aranyérme. Hogy várjátok ezt a mérkőzést, fiú? Karcsi, te mondtad, hogy nem biztos, hogy visszaérsz, mert felsőtárkány Tápió Szecse, ugye? Tápió Szecső. Szecső? Bocsánat, igen. Tápió Szecső mérkőzésen leszel, tudósítani, de azért gondolom, hogy majd szorítasz a lányoknak, vagy hát reméljük, hogy visszaérsz. Mindenképpen, ha időm engedi, akkor ott leszek a meccsen. Hát én azt várom egyértelműen, hogy ezt a mérkőzést ezt húzzuk be, és nyerjük meg a bajnoki címet. Ezt már múlt héten is kifejtettük, hogy én úgy gondolom, hogy az Eger ennek a párharcnak a favoritja, ezt bizonyítottuk az első két meccsen is, független attól, hogy ugye a hazai az elég nyögvenyelő és a sikeredett, de a végén ugye a szabításba sikerült kiharcolni a győzelmet. Ettől függetlenül úgy gondolom továbbra is, hogy jobb csapat az Eger, és ha esetleg nem most, de Szentesen mindenképpen behúzzuk a bajnoki címet. Zoli, te jössz a meccsre, ugyebár azt mondtad, hogy necces a dolog, mert hát elmondhatjuk, anyukádnak szülinapja van ma, és meglepetés bulit szervezett. Csak azért mondom, hogy elmondhatjuk, mert amikor ez adásba kerül, akkor már valószínűleg anyukád tud a dologról. Akkor már tudni fog, így van, ráadásul Líceum Televíziónk sincsen otthon. Hát akkor. De mindenképpen szeretnék. Tegnap megmondom őszintén, picit félve néztem a szentesi meccset, hogy ma kell jönni a bajnokavatásra, de végül is csak jobb így eljönni egy esetleges egri bajnokavatásra, mint hogy Szentesre kelljen menni pár nap múlva. Hát így van, igyekszem a lányok meccsére visszaérni, a fiúkére sajnos nem fogok tudni, de szombaton mindenképpen megyek Szolnokra. Én pedig Karcsival ellentétben én azért magabiztosabb vagyok, hiszen nem gondolnám, hogy itt negyedik meccsre kerül sor. Az első meccs előtt, itt az első egri meccs előtt én is féltem, hogy valami rossz érzés volt bennem, nem tudom pontosan, aztán hála Istennek ezt sikerült behúzni hosszabbításban a meccset, de úgy gondolom, hogy ma ismét nyerni fogunk és megvédi a címét a csapat. Ugye a tegnapi meccs az elég sima volt, tehát mondhatjuk azt, nem tudom, láttátok a tévében, Zoli, te nézted, ugye? Én néztem. Karcsi, te láttad valahol? Nem. Hát jó volt a rajt, az biztos, tehát Keszthelyi Ritánt kell dicsérni, aki meg Cigány Dórát, aki megalapozta gyakorlatilag ezt az egri győzelmet, hiszen hát a meccs elején bombaformában játszottak, nagyszerű gólokat lőttek, bombagólokat lőttek, és hát ez az előny nagy magabiztosságot adott. Én beszéltem egy-két játékossal a meccs után, és azt mondták, hogy hát bizony ez nagyon-nagyon nagyot kell. Nagyon dobott a csapaton itt a mérkőzés elején, hogy hát egyből el tudtunk húzni a Szentestől. Gondolom ma este is ezen a taktika. Biztos, hogy sok néző lesz, hiszen már csak a fiúk meccse miatt is. Ugye 6 órától CETEFEGER Szolnok férfi bajnoki döntő kezdődik. Szintén az egyik fél harmadik nyert meccséig tartó párharcról beszélünk. Tehát itt Egerben kezdődik a bajnoki döntő felvonása. Pontosabban az első felvonás itt lesz majd a Bicskei úszodában 6 órakor. Pont velünk egy időben kezdtek egyébként a fiúk, és hát utána 7:30-tól a lányok. Szerintem egy pólós ünnep lesz az a mai. Így van. Egyedül annyi negatívum lehet, hogy a szerdára esik. Tehát nyilván sokan lesznek így is, reméljük, hogy Teltház környéki, bár ez a szerdai 6, illetve 7:30 nem a legnézőbarátabb, de azt gondolom, hogy mindenképpen remek hangulat lesz. Aki
kijött a női bajnokok kupája Final Four-ra, szerintem az ma is ki fog jönni, már csak a lányokért is. És hát gondolom azért, akik kijönnek majd a fiúk meccsére, vagy kint lesznek az Uszodában, azok ott is maradnak, nem? Tehát azért nem hiszem, hogy ha esetleg mondjuk a Szolnok nyerne Egerben, hát nem szeretnénk ilyet természetesen, de benne van a pakliban, hogyha nyerne a Szolnok, csak nem lesznek olyan csalódottak a nézők, hogy elindulnak haza, hiszen egy bajnokavatást elvileg láthatnak. Függetlenül attól úgy gondolom, hogy a fő meccs, az est fő meccs, az egyértelműen a női meccs, tehát butaságnak tartanám, hogyha mondjuk a férfi meccs után azt mondanák a szurkolók, hogy nekik ebből elég volt, aztán ők elmennek haza. Egy picit visszatérve itt a tegnapi meccsen említettétek, hogy elég hamar sikerült előnyt szerezni a lányoknak, aztán ez a további időszakra önbizalmat adott. Lélektanilag mindig nagyon fontos az, hogy egy pár harcot hogy kezd a csapat, illetve egy-egy meccset hogy kezd a csapat. Én azt gondolom, hogy ez most is döntő lehet, hogy mekkora előnnyel tudunk indulni, hogy milyen hány gólos előnnyel tudunk mondjuk a nagy szünetre menni, az első negyedre menni, mert hát nyilván az is emészti a játékosok energiáit, hogyha futni kell az eredmény után, úgyhogy úgy gondolom, hogy talán a nyerő taktika lehet. Ismét ez. Viszont azt meg ne felejtsük el, hogy az első mérkőzésen ugye 5-2-re vezettünk, és onnantól kezdve egész egyszerűen a kulcsjátékosaink csőrőt mondta a góllövésben, egy jó másfél negyed óráig nem lőttünk volt? Valahogy úgy igen. A második fél időben egy gólt lőttünk, az biztos. Így van, tehát se Keszthelyinek, se Antalnak, se Cigánynak nem ment a góllövés, és ezért kényszerültünk ugye a hosszabbításra. Szerencsére tegnap erről nem volt szó, és én gondolom, hogy ma sem lesz. Igen, szerencsére ez a javuló tendencia, mert az vasárnap volt, viszont a tegnapi szentesi meccsen már egyértelműen sültek a kezek. Viszont az előbb Karcsi azt mondtad, hogy hát a ma esti fő meccs a nőké lesz. De tegnap nem láttad a meccset, viszont nem tudom, te Zoli utána megnézted-e Kálemel Attila nyilatkozatát, hogy volt egy érdekes mondat, azt mondta, hogy hát igen, a fiúk előmeccset játszanak. Szóval azért kicsit, hogy, hát nem azt mondom, hogy odaszúr, de hát egy kicsit zrika jellegű lehet, hogy volt. Igen, tehát érdekes lesz tényleg, hogy eddig azt szokhattuk meg, hogy vagy mondjuk egy főiskolás meccs, vagy egy női meccs vezette fel a férfiak rangadóját, Szetefeger férfi csapatának a rangadóját. Hát most fordítva lesz, attól függetlenül, hogy én ennyire nem vagyok biztos benne, hogy ez a fő meccs ma a női lesz, hiszen szerintem nagyon-nagyon egyenrangú a kettő, hiszen azért egy férfi döntő, azt hát tudjuk jól, hogy... Abból a szempontból azért én úgy gondolom, hogy a női meccs mindenképpen az érre kívánkozik, hogy ott ugye döntés születhet a bajnoki címről. Viszont a férfi meccs az egy állomása a párharcnak, egy része, ahol akár egy esetleges vereséggel vagy győzelemmel is még bármelyik csapat elérheti a bajnoki címet. Tehát ebből a szempontból ez még nem... Most nem szoroz. Nézőszám szerintetek hogy fog alakulni? Mert azért idén elég álmoskások voltak az egri nézők, nem nagyon volt teltház, szinte egyszer, hát egyszer sem. Legalábbis ez a 3000-es teltház, amit olykor-olykor néha le lehet írni az újságba, vagy internetes helyeken. Nem tudom, hogy szerintetek megtelik a Bicskei Uszoda a mai napon. Én félek attól, hogy nem. Én azt mondom, hogy 2000-2500 fő közötti nézőszám az nagyjából reális lehet, de szerintem nem lesz olyan teltház, mint... Tegyük hozzá, az is jó egyébként, hiszen az idei szezonban ilyen se volt nagyon, de azért tudjuk az egri emberekről, hogy amikor igazán komoly meccsek vannak, akkor meg tudnak mozdulni. Legalábbis a döntőkön az elmúlt 5 évben a férfiak döntőin ez így volt. Meg hát ne felejtsük el, hogy Magyarországon vízilabda mérkőzésen hol van ennyi ember, főleg nőin. Hát igen, az is egy érdekes dolog. Na jó, hát este kiderül, hogy hogyan zár majd a Cetefeger férfi és női csapata. Reméljük, hogy többet már nem kell beszélni a Cetefeger női csapatának bajnoki mérkőzéséről, és lezárják a lányok majd a mai napon ezt a történetet. A fiúknak pedig hát sok sikert kívánunk, kell ez a győzelem hazai pályán, hogy aztán Szolnokra úgy menjünk oda, hogy hát a Szolnoknak van félnivalója. Ez majd kiderül, váltsunk sportágat. Miről beszélünk, fociról vagy kézilabdáról először? Miről szeretnétek? Hát szerintem legyen kézilabda, mert itt úgy látom, ez van túl. Nem csak azért, bár ha a hétvégi teljesítményeket nézzük, akkor mindenképpen kézilabdáról beszéljünk inkább, talán hálásabb téma. Igen. Gondolom, hogy a Győrt is bele akarod majd venni a beszélgetésbe, de akkor ezt is belevegyük. Tegnap az EK Sportszín magazin műsorunkban Iványi Bálint és Juhász Zoltán volt a vendégem. Kedves nézőink, akik láthatták, emlékeztetnek, hogy gyakorlatilag egy szezon értékelő beszélgetésről volt szó, és hát sok mindenről volt szó ez alatt a fél óra alatt, amit Iványi Bálint és Juhász Zoltánnal beszélgettünk. Azért volt tegnap ez a szezon értékelő, mert véget ért a fiúknak gyakorlatilag a bajnokság érdemi része. Ugyan még egy forduló hátra van az NB1-B keleti csoportjából, de a fiúk az utolsó körből rendezett meccset, pontosabban azt a meccset, amit az utolsó körben kellett volna játszani, már korábban lejátszották Lajos Mizsén, nyertünk ott 12 góllal, viszont ez a hétvégi Hajdúböszörmény elleni győzelem is kevés volt ahhoz, hogy a dobogon végezzünk, ötödik lesz az SBS Egeresztenházi csapata.
Én úgy gondolom, mind a hárman megállapíthatjuk, hogy azért ez csalódás. Egyértelműen amilyen célokkal indult a csapat, illetve amilyen hangokat lehetett hallani a háttérről, illetve a klubban zajló munkáról, én úgy gondoltam, hogy ez a csapat képes lehet arra, hogy mondjuk dobogón végez. A bajnoki cím az talán még egy picit korai lett volna, de a dobogó az mindenképpen egy reális célkitűzésnek tűnt akkor. Hát az élet végül is más hozott, és nem feltétlen a tavaszi, ugye nyilván beszéltünk már elő is, hogy volt egy időszak tavasszal, amikor edzőcserére is került sor, aztán ott egy picit megakadt a gépezet, de az ősszel is voltak sajnos olyan mérkőzések, amelyek azért elég fájóak voltak, azt se felejtsük el, hogy ott is hullajtottunk olyan pontokat, amelyekkel most lényegesen előrébb állnánk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy globálisan kell ezt a szezont nézni, nem feltétlenül az őszt, illetve a tavaszt. Most ennyire futott, alakulóban lévő csapatunk van, azért azt is látni kell, hogy nyáron több poszton is kicserélődött a csapat, épülnek, alakulnak, bízok benne, hogy jövőre sikeresebbek lesznek. Arról is hallani, hogy egy-két játékossal még sikerül megerősíteni a keretet. Az új edző... Piványi Bálint már mondott egy nevet, amit elfelejtettem ugyan, de a Balmazújváros kapusáról van szó, hogy ő érkezik Egerbe. A Szabó? Nem a Szabó. Te jobban képben vagy, ugye Zoli? Mondhatnám, hogy igen, de most gázul venné ki magát, hogyha lényeg, nem tudnám. Jön egy kapus, ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy mezőnyjátékosra még mindenképpen szükség lenne. Vannak olyan posztok, amelyek azt gondolom, hogy kicsit elmaradtak attól a várt eredménytől, amit mondjuk a szakmai stáb, illetve a szurkolók is reméltek. Ilyen mondjuk a beállós poszt, nem? Tehát azért úgy gondolom, a Milán Kuzma sem váltatta meg a világot, annak ellenére, hogy nagy... hajcihővel volt beharangozva az ő érkezése. Ő elsősorban védekező játékos, ez látszik rajta. Na jó, de hát támadásban is kellett, sőt, hát igazából a támadó jellegű beállós hiányzott ebből a csapatból nagyon, nem? Össze. Inkább a góllövő beállós, tehát a támadó hát, jellegű... Igen. Erre gondoltam nyilván. Igen, hát roppant hasznosan játszott Milán is, meg Szilágyi Dávid is, de valóban az a markáns beállós, mint aki például Trifkovics megvan Mezőkövesden, és viszont én meg visszatérve az előző témára, azt gondolom, hogy talán a legerősebb kerete volt ebben a bajnokságban az Egernek, viszont azt is el kell ismerni, hogy jó pár éve nem volt ilyen erős bajnokság az NB1B keleti csoportja, és tényleg bárki nyerhetett volna. Én viszont nem tudom külön választani az őszt a tavasztól, hiszen rendben van, hogy veszítettünk ősszel is pontokat, főleg itthon a Balmazújváros, illetve a Törökszent Miklós ellen, tavasszal viszont Zsigmond mester vezetésével olyan pontokat hullajtottunk el itthon is, itt is idegenben is, amiket ősszel megnyertünk Iványi Bálinttal. Én nem azt mondom, hogy ez feltétlenül az edző hibája, viszont azt meg nem lehet elvitatni, hogy amiket Zsigmond György ősszel Mezőkövesden elveszített pontokat, azokat elveszítette itt is Egerben tavasszal, illetve amiket Zsigmond elvesztett ősszel Mezőkövesden, azokat Avar György mezőkövesdi edzőként megnyerte tavasszal. Mit kicsit boncolgattuk az, hogy milyen eredmények születtek, hogyan álltunk ez az évhez, amiről nem beszéltünk, és azért gyakorta kritikaként megfogalmazódik az egri szurkolók fejében, hogy azért ebben sokkal több volt. Tehát gyakorlatilag profi körülmények között dolgoznak a csapattagjai. Tudjuk jól, hogy milyen erős a támogatói háttér Szabó Róbert elnök úr vezetésével. Minden adott. Viszont sokan azt mondják, olyan vádakat vágnak úgymond a csapat fejéhez, hogy hát hogy is mondjam, tehát a szakértelem hiányzik. És ez nem az én véleményem, ezt nagyon sok helyen hallottam, hogy talán túl sokat akart ez a csapat, és nem volt meg a maximális, tehát a kellő tudás, mind a vezetésben, mind a csapat irányításában, mind a csapatban. Ti ezekről a hangokról hogyan vélekedtek? Én azt gondolom, hogy nem lehet úgy csinálni egyik sportágban sem, hogy gondolunk egy nagyot, és akkor jövőre feljutunk az első osztályba. Szerintem ez nem így működik. Több éves tervet ki kell találni, meg kell tervezni a dolgokat ahhoz, hogy ez igazán működőképes legyen, hiszen ne felejtsük el, mi lett a férfi focival, NB2-es licenszünk sincs, holott most mondjuk egy mezőköves megkapta az NB1-est, a mai napon olvastam. Tehát nem lehet azt, hogy gondolunk egy nagyot, és akkor most van pénz, és akkor jövőre NB1. Én ezt gondolom. És ebbe esettek, és örülök is ebből a szempontból picit, hogy a fiúk nem jutottak fel, hiszen nagy lehetett volna a kapkodás, így lesz még egy nyugodt évünk, egy nyugodt nyár felkészülésre, megfelelő szakembert idehozni, ami úgy hallom, hogy már visszatérő útban is van. Ember. Így igaz, bár nem tudom, hogy még hivatalos a dolog, nem hiszem még.
De nyugodt körülmények között fel kell készülni, és a következő bajnokságot megnyerni maga biztosan. Jó, mondjuk ez mind szép is, hogy elmondta, hogy nem is baj, most nem jutottunk fel, vagy majd van egy évünk, azért azt leszögezhetjük, hogy jövőre sem lesz sétagalop megnyerni ezt a bajnokságot. Tehát azért gondolom, hogy majd itt is vért kell izzadni, meg attól függetlenül, hogy azt mondta, hogy idén szerinted most nekünk volt a legjobb keretünk, az egy dolog. Tehát jövőre is lehetünk a legjobb keretünk, meg még a mostaniál is lehet jobb. Nem így kell megnyerni a mérkőzéseket, hanem a pályán. Tehát gondolom, hogy azért ez az év mindenféleképpen, hogyha a tavalyiról azt mondtuk, hogy tanuló, akkor hát ez tanuló kettő év, nem? Karcsi. Bocs. Én is így gondolom, hogy ugye beszéltünk már erről, hogy talán még korai lett volna a bajnoki cím. Ettől függetlenül, ha megnyeri a csapat, akkor nyilván és bocsánat, közbeszól, Kiványibán tegnap pont ezt mondta, hogy itt is azért megvannak a lépcsőfok, tehát nem lehet hármat lépni egyszerre. Megvan az tavaly, ugye először voltunk az NB1-ben, ott volt egy 8. hely a csapattól, aztán ugye idén már komolyabb célok voltak az első 4 hely valamelyikének megszerzése, ez ugye nem lett meg, tehát gondolom, hogy ezeket a lépcsőfokokat kell tartani, mert tényleg nem lehet nagyot ugrani, pláne ilyen szinten. És nem beszélve arról, hogy a másodosztály és az élvonal között óriási a különbség. Az biztos. Tehát én azt mondom, hogy ez a jelenlegi NB1-s bajnok csapat, most lévén a Mezőkövesd, abból a szempontból szerencsés az ő helyzetük, hogy ők ugye korábban éveken át szerepeltek az NB1-ben, és ismerik azokat, megfelelnek azoknak a követelményeknek, illetve megvan az a háttér, ami szükséges ahhoz, hogy tényleg egy komoly NB1-es csapatként tudjon szerepelni a bajnokságban. Nálunk ebből a szempontból még van némi elmaradás, de ezek egyáltalán nem olyan dolgok, amik pótolhatatlanok, tehát én úgy gondolom, hogy ezeket egy-két éven belül simán lehet pótolni. És hát valóban ezeket a lépcsőfokokat be kell tartani, mert abból tényleg, ahogy itt kolléga is említette, vehetjük példaként a futballistákat is, akik ugye hirtelen jött NB1-el, sajnos nem tudtak mit kezdeni. Mondjuk azért a focistáknál az más a helyzet szerintem, mert azért itt az infrastruktúra hiánya miatt maradt ez a dolog így. Hát tehát azért Jámbor János oda tette magát, mint támogató, volt pénzrendben, nem voltak elmaradások. Hogyha lett volna világítás, lett volna hazai meccs, megint más a történet. Ki tudja az őszi keret, mire lett volna jó, hogy az infrastruktúrát tekintve egyébként, bocsánat, hogy a szabadba vágok, én azt gondolom, hogy azért a körcsarnok állapotát is, ha nézzük, akkor én azt gondolom, hogy én jó pár NB1-es mérkőzést láttam az utóbbi években is. De nem Vácra ment az Egri csapat, a kézilabda csapat játszani hazait, hanem itt játszott Egri nézők előtt az Egri körcsarnokban. Attól függetlenül, hogy milyen állapotban van a körcsarnok. De most arról beszélünk, hogy ha az NB1-be feljut a csapat, akkor megfelelünk-e infrastruktúrálisan azoknak a feltételeknek, amiket mondjuk ott elvárnak tőlünk. És én erre mondtam azt, hogy ebből a szempontból a körcsarnokban is lenne mit fejleszteni, javítani. Hogy valóban méltóak legyünk arra, hogy NB1-es csapatként szerepeljünk. Na, ha már szóba jött az NB1, és akkor az infrastruktúra, illetve az, hogy az NB1-ben milyen feltételek kellenek, akkor térjünk át a női csapathoz, hiszen hát a Vasas elleni mérkőzésen most a másfél héttel ezelőtt, mondhatom így, bebiztosította az Esterházy KFS Ciglóvoszis csapata az NB1-B keleti csoportjának bajnoki címét, tehát jövőre a férfi vízlabda csapatunk után, már ami a főiskolát illeti, lesz a főiskolának még egy első osztályú együttese, ha minden igaz. Zoli, te gondolom még jobban tudod a bennfentes információkat, mint mi. Miket lehet hallani? Ugye Hegedűs Tibor azt mondta, hogy törömében mindenképpen vállaljuk az NB1-t, azt is mondta, hogy mindenkit megtartunk, minden játékost. Mi a helyzet ezzel? Biztos, hogy kell igazolni, hiszen az előbb a férfiak esetében elmondtuk, hogy óriási a különbség első és másodosztály között, akkor szerintem ide még egy nézetet nyugodtan emelhetünk, mert talán itt még nagyobb. Szerintem akár köböt is emelhetünk, hiszen emlékezhetünk akár csak a BS elleni két edzőmérkőzésre néhány hónappal ezelőtt, ahol gyakorlatilag két napon belül hát rommá vertek minket. 50 gólt tett a két meccsen a két csapat közé a BS-e. Az a BS-e, amelyik ugye tudjuk, hogy az utolsó. Igen. Így van. Hát kérdezed, mit lehet hallani? Az én legnagyobb problémám az, hogy nem sok mindent lehet hallani, pedig ilyenkor már elég sok minden információval kéne rendelkezni a jövő évvel kapcsolatban. És most már azt kellene tervezni, hiába van még két forduló, nem? Tehát most már ez lezárult, persze le kell játszani, de abszolút. Igen, tehát ha én jól tudom, akkor hétvégén kezdődnek meg a tárgyalások a játékosokkal, mármint az egriekkel. Hát az igazolások az pedig teljesen egyértelmű. Tehát már csak ez a két BSM meccs is megmutatja az óriási különbséget, meg hát nekem is volt szerencsém azért néhány női mérkőzést meglátni az NB1-ben, vagy megnézni az NB1-ben. Hát óriási sebességbeli különbség. Én azt mondom, hogy talán még hozzáállásban is hatalmas változásokon kell átesni, és itt is beszéltünk az infrastruktúráról.
ha már a csarnokok szóba kerültek, hogy egyáltalán az Esterházy csarnok mennyire alkalmas rá. Hallottunk olyat is, hogy le akarják vinni a körcsarnokban, akkor az mennyire alkalmas rá. Hallottuk azt is, hogy bővíteni akarják a körcsarnokot, hogy a igen, a körcsarnokot judózó... pont azt akartam mondani, hogy állítólag két hogy mondják két ez? Két oldalú lelátó. Nem az a két oldalú, hanem egy két folyamatos munka lesz, tehát ez a felújítás. Az első lépcsőfokban megcsinálják a jelenlegi részt, öltözőket, stb. És a másodikban akarják, ahol a judo edzőterem van, meg a konditerem, azt a részt is lelátóval alakítani, és akkor egy ilyen 2000-2500 ember befogadó képességű csarnok lenne. Hát nem tudom, hogy ez mikor, én úgy tudom, hogy ebben az évben elkezdik a felújítást, ami egyébként a férfiaknak a úgymond a meccs helyszínét is majd befolyásolni fog. Gondolom, hogy ők tudnak majd fent játszani a csarnokban, hiszen NB1B-ben jó az a csarnok, hogy aztán NB1-re alkalmas az Esterházy csarnok, az a kérdés. Szerintetek a szövetség mit mondhat erre? Csak azért például, mert mondjuk jön egy Fradi vagy egy Győr, akinek tudjuk, hogy szurkolótábora is van, pláne egy Fradinak. Ha azt nézzük, hogy 6 évvel ezelőtt, azt hiszem 2006-ban, amikor a megyei rivális Gyöngyösi Főiskola férfi csapata NB1-bis bajnokként feljutott az első osztályba, a Kálvária parti csarnokban rendezte hazai mérkőzéseit, ami azt kell, hogy mondjam, hogy hasonló feltételekkel bír, mint mondjuk az Esterházy Károly Főiskola lányka úti létesítménye. Sőt, azért rosszabb, ott nem? Is, igen. Hát, talán igen. Ott is a legnagyobb gondot az okozza, hogy gyakorlatilag a nézőtér és a pálya az egy méteren belül van. Tehát elég kicsi a távolság, a kispadok oda vannak szorítva gyakorlatilag a falhoz. Én azt gondolom, hogy egy kvázi tornaterem. Igazából a M1-es mérkőzéseket hosszú távon egy ilyen csarnokban szerintem nem szerencsés rendezni. Nyilván, hogyha most följutunk, és az MKS, már följutottunk, az MKS-től szerintem kaphatunk egy év haladékot arra, hogy mondjuk találjunk egy olyan csarnokot, ahol játszhatunk. De nem hiszem, hogy emiatt mondjuk elvennék a hazai pályát az Egertől. Hát nem tudom, a világításunk az legalábbis biztos, hogy van kézilabda vonalon, nem? Tehát... Igen, viszont azt se felejtsük el, hogy itt azért gazdasági oldalról is lehet nézni a dolgokat, hiszen valószínűleg NB1-ben már nem ingyenes lesz a belépés. Hát meg valószínű több nézőt vonz, mondjuk egy Győr meg egy Fradi pontosan. A Győr meg, tehát hogyha az NB1-es mérkőzéseket a csapat az Esterházy csarnokban játszaná, azt gondolom, hogy a Győr, Fradi, Vác, Érd 4-esből azokat a mérkőzéseket biztos, hogy lehoznák a körcsarnokba. Igen. Tehát ez egészen egyértelmű, viszont belépő szempontjából meg nem annyira mindegy, hogy mondjuk 400-500 ember fönt bezsúfolódik az Esterházy csarnokba, illetve még ott a parkolással is lenne problémák. Így van, vagy pedig lentre akár a körcsarnokba egy 1000 néző is beférhet. Hát kíváncsian várjuk akkor ezeket a fejleményeket is. Már csak azért is, mert tényleg nem nagyon lehet most ezekről semmit hallani. Reméljük, hogy majd itt a közeljövőben ezek is lefixálódnak ezek a kérdések, és aztán valóban csak azzal kell majd foglalkozni, hogy milyen csapat vág majd neki az NB1-nek a következő szezonban, hiszen szerencsére ez a neheze már úgymond túl van, tehát a lányok kiharcolták a bajnoki címet. Kézilabdát is kiveséztük, úgy gondolom, bár azért itt a Győrről beszéljünk, hiszen arról volt még szó, hogy ugye a Bajnokok Ligáját megnyerte a Győri Audi Etokáci, ugye ez a neve teljesen? Győri Audi Etokáci, igen. Tehát megnyerték a Norvég Larvikkal szemben, kettős győzelemmel, és hát a Győr azt hiszem a 9. nemzetközi kupadöntőjét nyerte meg, ugye? Pontosabban a 9. nemzetközi kupadöntője volt, amin először sikerült győzelmet aratnia. Nagy is volt az öröm egyébként Győrben, Veszprémben ott volt a mérkőzés. Ti láttátok a visszavágót? Igen, láttam, és azt gondolom, hogy idén nem volt jobb csapat a Győrtől, tehát talán annyira... Talán a Fradi, de hát... Vagy ha az Újpestnek lenne kézilabda csapata. Hát azért megnéztem volna, a Fradiból nem sérülnek le a kulcsjátékosok. Tehát azért ott a legjobb 8 között azért szépen vitézkedett a Fradi, amikor ugye kiesett a Penya, nem volt az Ácsik Szandra. Meghatározó. Szerintem a Fradi maximumot nyújtott. Tehát ebben a csapatban nem volt több, nem volt így több. Gondolom. De, rendben, hogy nem volt több, de amikor azért ott voltak és nem voltak sérülések, akkor azért megverték ezeket a csapatokat, csak hát utána elfogyott a kispad. Igen, de... Meg a Kraft. Tehát van egy Győr, ami, most én nem vagyok Győr szimpatizáns, mert nem vagyok Győr drukker, de azt gondolom, hogy pártatlanul nézve mindenki számára egyértelmű, hogy a Győr most a jelenlegi BL-ben valamennyi csapat fölött állt. Én azt gondolom, hogy jó helyre került a BL, serleg maximálisan rászolgáltak erre a lányok. A jelenlegi keret, én úgy gondolom, hogy ha Európa is a világ legjobb csapata. Hát
milyen szép lesz, amikor jövőre az Egrik Balsz és a Kovács Viktória majd átemeli a Katrina Lunza Haraldent, nem itt az Egri karcsánokban mondjuk. Szerintem már most elkezdte a videózást a Győr az Eger miatt. Azért nem lesz semmi ilyen sztárokat itt látni Egerben, nem? Tehát azért a vízilabda fronton már megszokhattuk azt, hogy olimpiai bajnokokat látunk, világbajnokokat, rendkívül jó nemzetközi csapatokat, meg játékosokat, de hát azért a kézilabdában számunkra ismeretlenek ezek a sztárok, így testközelből biztos, hogy nagy élmény lesz majd találkozni akár egy Görbicanitával, látni a pályán a zsenialitását, vagy mondjuk egy Szucsánszkizitával a Fradiból, tehát azért ez jó lesz az a következő év biztos, hogyha lehetnek itt mérkőzések. Ez egészen biztosan így lesz. Én azt gondolom, hogy nem csak női fronton, szerintem a férfiak jövőre megnyerik a bajnokságot, így nem, tehát alapból valóban jönnek Győr, Fradi, világsztárok, és nem is volt jellemző a Győrre az, hogy kevésbé játszanak a kevésbé fontos mérkőzésen a nagysztárok, ugyanúgy pályára léptek, és azt gondolom, hogy a Veszprémnél volt ez szokás egyébként, hogy ha vidékre mentek egy gyengébb csapat, viszonylag gyengébb csapathoz, akkor oda mentek órákkal előtte, és elkezdtek autógramokat osztogatni, meg meccs után is. Tehát erről szól, ezért lesz jó, nagyszerű, népszerűsíti majd a sportágat is Egerben, és talán egyre többen kezdhetnek el majd kézilabdázni. Hát akkor várjuk ezt az NB1-es debütálást talányok részéről, és ha már a Győrről került szóba, akkor azt is meg lehet említeni, hogy a Győr labdarúgó csapata is bajnok lett a hétvégén, hát pont a Fradi ellen nagy bánatomra, de a Győr megnyerte a bajnokságot, és hát nem tudom, azt a meccset láttatok vasárnap, ezt a Győr-Fradit? Igen. Mert itt a mérkőzés elején, vagy a mérkőzés elején, itt a felvétel elején már egy esetről beszéltünk is, a Cseh Trestik, ugye úgy hívják a játékost, aki eltörte Leonardónak a lábát, 5 hónapos eltiltást kapott. Azt mondtátok, hogy ti nem láttátok a szituációt, ugye? A mérkőzésekből bizonyos jeleneteket, bizonyos részeket láttam, mert másra voltam elfoglalva, de az ominózus esetről csak annyit, hogy nyilván, hogyha egyértelműen fel lehet fedezni a szándékosságot, akkor úgy gondolom, hogy jogos a büntetés, és akkor valóban meg kell büntetni a játékost, és hónapokra el kell tiltani. Viszont ezt egyértelműen nem tudom, hogy lehet-e bizonyítani, hogy szándékosság volt ezt ebben a dologban. Nyilván nem lehet, mondjuk maga a mozdulat az tényleg úszó. A sportban volt. Nyilván benne van az, hogy sérülést okozunk egymásnak, de aki a pályára lép, azt vállalni kell. Mondjuk az is vitathatatlan, hogy ugye Leonardóra mérkőzések óta pályáztak. Igen. Az ellenfelek. Azért az érezhető volt, hogy az ő technikai tudását azt csak úgy tudták kompenzálni, hogyha egy picit alátettek, és ezzel úgymond kedvét szekték, vagy egy picit elvették azt a fürgességet, illetve azt a dinamikát, amivel ő rendelkezik. Hát most kvázi lehet, hogy abba adja a labdarúgást, tehát nyilatkozott ilyet is első. Hát nyilván első felindulásban mond ilyet az ember, de hát azt gondolom, hogy egy picit lehiggad és jobban átgondolja ezt a dolgot, akkor nem hiszem, hogy emiatt ő a szögre akasztja a stoppust. Mi a véleményetek egyébként arról, hogy tudjuk, hogy szerintem mondhatom ezt nem csak azért, mert fradista vagyok, a Ricardo Moniz, a Fradi edzője, egy nagyon szimpatikus ember, nagyon jókat nyilatkozik, nagyon önkritikus, soha nem foglalkozik a játékvezetőkkel, a szövetséggel, de most már ő is felemelte a hangját, és élesen kritizálta a játékvezetői kart. Egyrészt azért, mert hát a Leonardo kapott tavasz szezonban 4 darab sárgát ilyen reklamálásokért, mert tényleg agyonrúgták ezt az embert, és a játékvezetők nem védték meg. Nem csak a Fradinál van egyébként, ilyen más csapatoknál se védik, illetve beleszállt Ricardo Moniz még a szövetségbe is, hogy valahol ez megint csak tőlük ered, hiszen a játékvezetői bizottság is nyilván az MLS-en belőle tartozik. Mi a véleményetek erről? Már összességben arról, hogy hát a játékosokat kellene védeni. Tehát szerintem ebben igazából nem mondjuk, nem? Feladata a játékvezetőnek egyébként, hogy óvja a játékosok testépség, és ez ugyanúgy része az ő működésének, mint az, hogy megítéljen bizonyos szituációkat. És én egyetértek egyébként Monizzal ebből a szempontból, mert nyilván ő esetében Leonardo egy kulcsember. Tehát az ő elvesztése az azért eléggé nagy súlya esik alatba. Tehát, hogyha ezt nézzük, hogy szándékosan utaznak rá mérkőzések óta, és mindenféle retorzió nélkül, mert még egyszer mondom, ő kapja a sárgákat, mert amikor felemeli a hangját, hogy hát spori, nézd meg a lábam. Ezt sokáig lehet nézni, viszont egy idő után azért betelik a pohár. Szokás azt mondani, mikor a futballhuliganizmusról van szó, hogy hát addig nézik, hogy vannak ezek a ballék, verekedések, bár azért az utóbbi időben elég kevésszer hallottunk, hál' Istennek ilyet, hogy majd hát addig várnak a törvényhozók az ilyen törvényeknek a meghozatalával, ameddig valakit meg nem ölnek.
Hát most nekem ilyen hasonlat jutott eszembe, hogy hát megvárták itt a szövetségen belül azt, hogy egy komoly sérülés legyen itt Leonardóval, akit hát én elhiszem, hogy nem volt szándékos a mozdulat, és azért a cseh srácot azért annyival felmenteném, hogy nem tudom, láttatok a meccs utáni nyilatkozatot a tévében. Tehát ott ünnepeltek a játékosok, a szurkolók ott voltak a riportalanyok mögött, és a Strestik az nem tudott örülni. Tehát ott ugráltak az emberek a nyakába, és mondta hát, hogy nagyon örülök a bajnoki címnek, de egyszer nem tudok, mert hogy nem akartam. Tehát lehetett látni a srác, ami megviselte. Aztán nyilván hát valószínű, hogy nem akart ilyen sérülést, biztos szerelni akart, sajnos ez benne van a labdarúgásban, de hát ez van. És hogy az Egri FC-ről is beszéljünk egy kicsit, kár, hogy nincs Zsolti, mert mindig birtokosa ezeknek a bennfentes információknak. Én nem tudom, hogy most mi a helyzet az Egri labdarúgás kapcsán. Ti tudtok valami friss dolgot, amit esetleg múlt hét óta be tudunk mondani? Van hátra három meccs, amit vagy lejátszanak a srácok, vagy nem. Aztán az, hogy lesz-e csapat, azt én úgy gondolom, hogy borítékolhatjuk, hogy nem. Hogy lesz-e klub, én azt gondolom, hogy ez is egy kalap alá vehetjük. Én azt gondolom, hogy 120 milliós adósággal rendelkező KFT-t nem hiszem, hogy harapnának érte a befektetők. Nincs NB1-es csapatunk, nincs NB2-es licenszünk. NB3-ban nem indulhat a csapat. Gyakorlatilag tartozásokkal nincs az a tulajdonos, nincs az a városvezető, bárki, aki azt mondaná, hogy hajlandó ezt a klubot továbbra is működtetni. Komolyan mondom, abszolút értetlenül állok a helyzet előtt. És ami most már fix, az, hogy kiestünk. Tehát ez nem hangzott el, hogy a hétvégi Pápa elleni csúnya Pápa 6-1-es vereség, tehát ilyen tenisz eredmény volt ez a 6-1, ez a matematikailag is eldőlt, hogy kiesett az Egri FC. Tehát gyakorlatilag a hagyományok nem törtek meg, mert mindig ez volt ugye a múltban, és amikor feljutottunk, akkor egyből kiestünk, ugye? Így van. Volt, hát egy alkalommal volt erre példa is, ez hát a második. Igen, tehát hogyha lehet ilyet mondani, nyilván nem megbántva senkit, de hát maximum ennyiben ez a csapat az elődjeik után utódai lehetnek. Tehát, de ne bántsuk őket, nem a játékosok, mondjuk a pályán ők harcoltak, hogy ők játszottak. Csak az a szörnyű, hogy ők viszik a vására a bőrüket emiatt, mert ők kapják a megaláztatásokat. Ők játsszák az elkövetkező három meccset úgy, hogy gyakorlatilag nem tudnak edzeni. Láthattuk a Pápa elleni meccsen is, hogy szinte lődörögtek a játékosok, mert fizikálisan már nincsenek olyan állapotban, hogy fölvegyék a versenyt egy olyan együttesen, amelyik napi edzéseken van túl, és abszolút meccsben van, pörögnek. Az Egri játékosok maximum annyit futnak, hogy esetleg lemennek a boltba, vagy most egy kicsit mosolyogunk rajta, de lassan az albéletből sincs elmenni a boltban, akármennyire is. Sajnos itt tartunk, és ez a szörnyű, hogy a játékosokon csattanak úgymond az ostor, mert ők élik meg ezeket a megaláztatásokat a pályán, holott nem ők tehetnek arról, hogy idáig jutott a klub. Minden esetre a sportújságíró kollégák dörzsölhették a tenyerüket, mert levadászhatták ezt a poént, hogy pont Pápán esett ki az Eger, hogy a Pápától kapta meg az utolsó kenetet az Egri FC. Ami egyébként zseniális cél. Igen, tehát az olyan, mint amikor Siga Karcsi egyszer írt, pár éve írt, amikor megverte a férfi kézilabda csapat a Balassagyarmatot, és Balassagyarmati kábeles a csapat neve, és azt ott írtad ugye a Heves-megyi Illap hasábjain, hogy sikeres kábelfektetés volt, ugye? No hát, vannak azért persze ilyen trükkök, meg ilyen kis vicces dolgok. Én köszönöm nektek, hogy itt voltatok, fiú kedves nézőinek a figyelmet. Mindenkinek ajánlom, hogy szurkoljon este a csapatunknak, a vízilabda csapatoknak, és még egy friss hír, amennyiben a női csapat ma este megveri a Szentest és bajnok lesz, 9:30-tól a Városházán fogadás, illetve ünneplés a dobótéren, tehát senki nem maradjon otthon, szurkoljuk ki a fiúknak és a lányoknak is a bajnoki címet. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket nektek még egyszer, hogy itt voltatok. Minden jót, viszontlátásra. Viszontlátásra. Köszönjük! Sikeres párbefektetés. Az jó. Az Péter lépést reklamált. Padla, lőni kell, padla! Gól! Vastus poén! Belúz utolsó fél percen Kovács, megilleve Orzsámie! Hoppá! Alacsony ez a kis rác 11-esben. Akkor a gólt lőtt. Kicsit szusszanunk, aztán folytatjuk a második fél időben.